Bocsánatot kérek, megszakadt az adásunk, itt vagyunk újra. Ez itt a Közvetlen Demokrácia, a Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása. Ítéletet mondunk az Orbán kormányra, de hát mit érdemelnek? Kapcsolódjatok be az adásba, tegyétek hozzá a véleményeteket. Március 3-a van, mindenkinek kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok. Én Attila Csipi vagyok, ennek a műsornak a vezetője. Kapcsolódjatok be az adásba, és tegyétek hozzá véleményeteket. Györkös Attilát is üdvözlöm sok szeretettel, Sára Kovást is üdvözlöm sok szeretettel. Mindenkit üdvözlök sok szeretettel. Damuna, Hage Vada, Mahage, nem tudom, hogy kell mondani, téged is üdvözlöm. Szegedi Dezső Dezsőné, boldog születésnapot kívánunk Szegedi Dezsőnek, vagy Dezsőnének, nem tudom, kinek van a születésnapja, de boldog születésnapot kívánunk neked, Dezső bácsi, vagy az asszonynak. Szia, hello, sziasztok! De hát mindenkinek szép napot kívánok. Elsőnek is egy nagyon szomorú bejelentés. Meghalt Kós János, táncdalénekes, előadó művész, színész. 81 évesen érte a halált János bácsit. Nyugodjon békében. Egy nagyon jó előadó művész volt Kós János bácsi, és nagyon nagy humora volt. Szegedi Dezső, Dezsőnél, a feleségem születésnapja van, Isten értesse akkor Dezső bácsi művész úr a feleségedet, és éljen sokáig a feleséged, erőben, egészségben, és éljetek ti is sokáig erőben és egészségben. Tavesz Baktáló, Isten éltessen Dezső bátyám, mindenkit Isten éltessen, de hát meghalt Kós János bácsi. Bizonyára emlékeztek, kislány a zongoránál, vagy a Ne sírj telefon. Aracki Laci bácsi jó barátja volt, játszott Markos Józsi bácsival is, játszott Hofi Gézával, óriási színészekkel játszott Kós János bácsi. János bácsi nagyon beteg volt, küszködött, egészségügyi problémája volt. Úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy egy ilyen tehetséges és előadó művész megint elment köztünk. Gyászoljuk őt, és természetesen gyászolja az egész ország, és gyászolja a családját. Úgyhogy nyugodjon békében Kós János bácsi, aki 81 évesen érte a halál. Imádkozzunk érte, testvéreim, és ti is imádkozzatok Kós János bácsiért. Ez az egyik dolog, és akkor most ugye térjünk másik témára, de hát fontos az Európa Unió, fontos az, hogy az Európa Uniónál elmenjetek az EP választásra, olyan politikusokat, olyan pártokra szavazzatok, akik minket képviselnek, akik a magyar emberek érdekeit képviselik, és igenis kiállnak az emberi jogokért, a szabadságért és a demokráciáért. Németh Józsefet is üdvözlöm, mindenkit üdvözlök, sok szeretettel, kellemes hétvégét kívánok nektek, jó pihenést. Március 3-án jön hamarosan a tavasz, úgyhogy élvezzétek majd a szép időt, a napsütést, és természetesen a nagy kirándulásokat, a nagy túrákat, és legyetek a szeretteitekkel és a családtagaitokkal. És ne felejtsétek el, hogy csak az összefogásban van az erő. Ma óriási problémák vannak a gyűlöletkeltő kampánnyal. Ti is tudjátok, a magyar kormányt felszólították, hogy vegyék le a gyűlöletkeltő kampányokat. Az Európai Néppárt elnöke szólította fel, és az Európa Unió Orbán Viktort. Kérjen bocsánatot az Európa Uniótól, Orbán Viktor. De hát maga az Európa Unió szólította fel. Természetesen ugye a néppártnak bizonyára, tudjátok, megvan az a létszáma, hogy ki tudja zárni a Fideszt és a KDNP-t az Európai Néppártból. Én úgy hallottam, hogy ki is fogják zárni. Óriási bukta lesz ez a Fidesznek, és óriási pofon. Közben Orbán Viktor a TV2-n nyilvánosan, nem tudom, hallottátok, leidiótázta az Európa Unió politikusait. Ezért is felelnie kell, és ezért is bocsánatot kell kérnie, hogy idiótának nevezte az Európai Néppárt politikusait és maga az Európa Unió. Nagy a tét, nagyon nagy a tét. Ki kell derülni a korrupciónak, ki kell derülni a csalásoknak,
közben. Attila, mi a véleményed, ha Magyarországon nincsen alkotmány, törvény, nincsen jogállamunk, semmi, nem érvényes az EP választások, miért érvényes? Igen. Nagyon igaza van Németh Józsefnek, hisz ugye nincs alkotmányunk, de hát nincsenek jogaink. Ugye ezt az Orbán kormány hirdette, hogy Magyarország ugye jogállam és alkotmányos állam, de addig nem lesz, amíg az embereknek nincsenek jogai. Addig nem lesz, még ezt a kormányt, neked mondom, Józsi, le nem váltjuk. És igenis, az Európa Unióval tudjuk, Józsi, leváltani ezt a mostani kormányt. És természetesen ugye összefogással, nincs alkotmányunk, nincsenek jogaink, nincs szólásszabadság, ugye nem függetlenek a bíróságok, és nem beszélve a szegényekről, a szegények jogairól, a dolgozóknak a jogairól, a kisebbség jogairól, a romáknak a jogairól, de hát nagyon sok tényezője van ennek, Józsi, neked mondom, és sok embernek sérülnek a jogai, és ugye nincsen alkotmány. Hát nincsen alkotmány, mert a Fidesznek ugye ez a jó, ha nincs alkotmány, és a magyar emberek nem se az alkotmány. Elnézést kérek mindenkitől, gyenge az internet, ezért ment el az adás, de hát ez a joga. És ez a Fidesznek egy óriási támadó dolgot ad, hogy be tudja támadni ugye mind az Európa Uniót, mind a magyar embereket, és mind az ellenzéket. Európában nincsen joga megalkotni a Magyarországhoz alkotmány törvényünket meg alkotni jogosultsága a magyar népnek van egyedül. Így van, Józsi, teljesen egyetértek. Csak a magyar nép tudja megalkotni az alkotmányt, csak a magyar nép tudja megalkotni az egységet, a jogokat, a törvényeket, de csak akkor, ha ezt a korrupt, rabló kormány leváltjuk, Józsi. Nagyon fontos, ezért nem győzöm hangsúlyozni, az Európa Unió választás, az EP. Azért, mert az Európa Unió tudja képviselni a magyarokat, tudja képviselni a magyar embereket, és hozzá tudja segíteni ahhoz, hogy le tudjuk váltani ezt a kormányt, de hozzá tud segíteni, hogy Orbánék megbukjanak. De én ebben bízom, hogy megbuknak, elnézést megint elment, hogy megbuknak és kiderülnek a csalások, kiderülnek a hazugságok, és megkapják ugye méltó büntetésüket. Ugye ezért is indítottuk el ezt az adást, hogy tisztelintitek, mit érdemelnek, de hát ítéletet mondunk az Orbán kormányra. De hát tisztelintitek, mit érdemel az a kormány, aki hazug, aki lop, aki rabol, aki átveri a magyar népet, és elárulja a hazáját. És elárulják, ugye, mert több szeméről beszélünk, és több politikusról, fideszes politikusról beszélünk. De mit érdemelnek ezek a személyek? Ezért is nagyon elgondolkodtató, hogy mit fog lépni az Európa Unió, értitek, most az EP választáson. De feltárják-e a csalásokat, feltárják-e a lopásokat? Óriási milliárdok tűntek el. Óriási milliárdok, milliók tűntek el a magyar egészségügyből, a közszférából, az állami cégeknél. Ezeket az Európa Uniónak ki kell deríteni, és igenis az Európa Uniónak kötelessége, hogy megbüntesse az Orbán kormányt. És hogy ítéletet mondjon ő is az Orbán kormány felett. De elsőnek is a magyar népnek kell összefogni, és el kell menni az Európa Unió választásra, mert nagy a tét. Az Európai Unió bizottság elnöke és a néppárt elnöke felszólította Orbán Viktort, hogy kérjen bocsánatot a gyűlölet kampány miatt. Felszólította az Európai Néppárt elnök és az Európa Unió elnöke, vegyék le
a gyűlöletkeltő kampányt Brüsszel ellen és az Európa Unió ellen. Óriási pofon ez Magyarországnak, a magyar népnek elsősorban. Most természetesen megy a magyarázkodás, magyarázkodik Gulyás Gergő, magyarázkodik Orbán Viktor, ők nem is úgy gondolták. Ez nem is arról szólt, ez nem egy kampány volt. Ugye ti is hallottátok biztos a sok hazugságot, hogy magyarázkodik most a kormány. Nincs mit magyarázni. Ezzel nincs mit magyarázni. Itt megint gyűlöletkeltő kampányt tettek ki, megint soroszostak, migránsoztak, megint összeúszították az embereket. És természetesen kampányfogás volt, de hát elkezdték az EP kampányolást ugye a Fideszben, ami szintén törvénysértő volt, biztos hallottátok ezt is. De több törvényt sértett, több törvényt sértettek ezzel, mármint a Fidesz és az Orbán kormány. Úgyhogy ezért is ki fogja vállalni a felelősséget, ki fog megbűnhődni, a magyar emberek fognak megbűnhődni. És a magyar embereken csattan az ostor, amikor nem tudjuk majd lehívni az Európa Uniós támogatásokat, amikor nem tudjuk érvényesíteni jogainkat az Európa Uniónál, vagy az Európai Bíróságnál. Ezért mondtam nektek, hogy nagy a tét. Úgyhogy mindenkinek ezen kéne elgondolkodni, hogy hova tart, hova jut Magyarország. És hogy ti milyen ítéletet mondtok az Orbán kormányra. Mondjatok ítéletet az Orbán kormányra. Mit érdemelnek? Mit érdemelnek a hazárulók, akik tönkretették Magyarországot és a magyar embereket? Ezek az emberek meggazdagodtak. Milliómosok lettek, sőt, hát tudjátok, van olyan haverja, barátja Orbán Viktornak, a pénztáros Lőrinc, vagy a felcsúti gázszerelő, aki milliárdos lett. Miből? Hogyan? És közben áldatlan állapotok vannak a Hempál gyerekkórházban. A kismamák, akik megszülik kisbabájukat, megszülnek egy új generációt, nem tudják ellátni kisgyereküket. És még mondhatnák, hogy mekkora károkat okoztak Orbánék a magyar embereknek, a munkahelyeknek, az állami cégeknek. Nagyon sok embert tönkretettek. Igenis felelnünk kell. Felelnünk kell, és ítéletet kell mondani. Nem csak a magyar népnek rájuk, hanem az Európa Uniónak is. Én ezt így látom, és remélem, hogy ti is így látjátok. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy bíztassa barátját, kollégáját, ismerőseit, hogy menjenek el az EP választásra, és buktassák meg ezt a rabló hazug kormányt. Nem szabad, hogy megjelenik az EP választás. Nem szabad, hogy megint a magyar emberek bedőljenek a hazugságoknak, a provokációnak, a gyűlöletkeltésnek. Értitek, hogy mit mondok? Maros Mihályt is üdvözlöm sok szeretettel. De ez a tét. Úgyhogy én csak bízni tudok az emberekbe, hogy már végre az embereknek kinyílik a szemük, hogy mi folyik itt Magyarországon. És hogy mit művelt, milyen károkat okozott Orbán Viktor és kormánya. Úgyhogy szép napot nektek és kellemes hétvégét kívánok nektek, és mindenki gondoljon arra, hogy összefogás nélkül nincs eredmény.